kaptam tippeket, hogy gyakorlatban ne gyors teszttel nézzem meg a cellákat, hanem normál teszttel. Tehát most itt normál teszttel kimértem az egyes sor 3325, a kettes sor 3441. Ez a kettő cella, ez nem volt még mérve. Ez a hármas, ez viszont már volt mérve. 3278-ra jött ki. A túloldalon szerepel az az érték, amit gyors teszttel mértem, csak hogy visszaellenőrizzük, hogy mennyi az annyi. 3418 és 3278. Tehát a gyors teszttel többet mérünk, mint a normál teszttel. Na. Itt van, ez volt az előző mérésünk. És 67 megaom volt akkor, már megint megaomot beszél, milliom, most csak 45. Na mi van ilyenkor? Hát a használt cellának az eredményei. Ezek ugye először mért cellák, és nem tudom, hogy mit csináljak. Rakjak mindenhova egy betűt, hogy gyakorlatilag normál tesz, normál tesz, normál tesz, egy betűt a gyors tesztre. Mert van különbség akkor a két mérés között ezek szerint, mert nagyon nem mindegy, hogy 3278 vagy 3418. Valószínűleg az összes mérésem akkor nem jó egyik se. Mert azok gyors tesztekkel lettek kimérve. Most ennek a lengyel módja szerint akkor visszarakom mindet, és normál tesztbe végig tolom az összeset. Ugye ez most még charge-on van, de átállítjuk. Normál tesztre, 1000 mA-re. És akkor újra kimérem, hogy mindegy forma legyen, és akkor ezután csak normál tesztbe fogom így gyakorlatba mérni. Ilyenkor ugye az történik elvileg, hogy feltölti a cellát 4-2-re. Ugye nincs 4-2-n egyik sem, mert miért lenne 4-2-n, hát már elég régóta megvan. És elkezdi majd meríteni, hogy mennyit tud belőle kiszedni. Nagyon hosszú folyamat egyébként, borzasztó hosszú. De ezzel kapunk jó eredményeket, úgyhogy nem akarom úgy felépíteni a falat, hogy akkor mégse nem néztem végig, hogy akkor mennyi az annyi. És akkor falcs eredményekkel bepakolok ott mindent a izébe. Az összes cellákat, azt majd össze-vissza fognak majd merülni, mert mégse nem kategorizáltam már rendesen. A kettes cella már el is érte 4-20-at. El is kezdi a kimerítést. És akkor ez a helyes mód. Szépen lemeríti. Mit bír belőle kiszedni? Ez még töltődik. A 4-es cella is elérte egyébként a kimerítést. Az 1-es még nem. Látom, hogy fölé viszi kicsit a 4-2 fölé. De a 2-es az már szépen szipolyozza kifele. És a 4-es is. Ezek még nem szipolyoznak semmit se. Na, de ennyi a lényeg, tehát tényleg ezt csak azért csinálom ezt a videót, hogy ez a helyes mód, így kell helyesen kimérni, normálba. Gyors teszttel esetleg csak annyit lehet csinálni, hogy van-e benne kapacitás, vagy nincs. Mert ugye berakol egy ismeretlen cellát, akkor legalább nincs az, hogy elkezded itt órák hosszáig tesztelgetni, az végül 500, vagy mit tudom, de semmi értelme az egésznek, a gyors tesznek ilyen szempontból. A gyors tesznek nincs innentől kezdve értelme. Az az igazság, tehát így egyből beletették volna a normál tesztet, és kitesztelte, oké. Ha úgy sem mondja meg a valóságot, minek belepakolni? Na mindegy. Kínai logika. Na de itt szépen számolj összefele. 13 mA, meg 14-et. 16-ot, itt még mindig nem történik semmit, még mindig nem. Na majd fog. Semmi gond. Ez szerint járjon mindenki. Na csak.